A Vidékfejlesztési Minisztérium által idén meghirdetett pályázat keretében vissza nem térítendő eszközök elosztására a Szerb Köztársaság területén kertes falusi ház vásárlására 2021-ben 26 óbecsei polgár kapott tetőt a feje fölé. A megvásárolt házak főként Péter révén és Bácsföldváron vannak, a pályázat keretében meghatározott alapok összértéke pedig 260 000 euró. A megvásárolt házak értéke 10 000 euró, ami számomra külön örömöt jelent az, hogy a 2021-es évben 26 ház lett eladva és megvásárolva Óbecse községben. Úgy gondolom, hogy a folyamat nagyon egyszerű. A gazdasági osztályunk minden olyan óbecsei polgár számára rendelkezésre áll, akik bekapcsolódtak vagy szeretnének bekapcsolódni ebbe a Vidékfejlesztési Minisztériummal közös projektünkbe, amelynek ezúton fejezem ki hálámat, mert úgy gondoltam, hogy Óbecsén ez a projektum nem lesz kivitelezhető, de mégis megcsináltuk. Egyelőre 26 ház lett így módon vásárolva, és itt nem állunk meg. Folytatjuk ezt az akciót. Ezúton szeretném minden polgárnak felhívni a figyelmét arra, hogy a folyamat nagyon egyszerű, és a dokumentáció összegyűjtése sem bonyolult. Bármilyen nehézségbe ütköznek, vagy nem értenek valamit, mi rendelkezésre állunk és segítséget nyújtunk. Én is, mint a község elnöke, valamint a gazdasági osztály ezzel megbízott dolgozói is. Az eladott házak olyan polgárok tulajdonában voltak, akik külföldre utaztak vagy örökölték és nem használták azokat. Óbecse község polgáraink kívül más környékbeli polgárok is otthonra találtak községünkben. Erre konkrét példánk van Bácsföldváron, ahova egy másik községből ide költözött egy család, és ez számunkra nagyon jól hangzik. Ők ugyanis választhattak volna más falut is. Annak azonban külön örülök, hogy Óbecse községet választották, és új lakosokkal bővül községünk. Ezek mind üres házak voltak, senki sem költözött el belőlük, és valójában ez a lényege ennek az egész projektumnak. Isidora Stojkovics, egykori Vrányai lakos, ennek a pályázatnak köszönhetően vásárolt egy mintegy 100 négyzetméteres házat Pecesoron. A házzal nagyon elégedett vagyok, és szívből köszönöm a belgrádi minisztériumnak, valamint a község elnökének ezt a lehetőséget. Egy 280 négyzetméteres falusi ház vásárlásával Danica Stepanovics és Szerdián Ramadani, két gyermekes házaspár, akiknek a harmadik gyermek is már úton van, önálló családi életet kezdhettek Péter révén. A férjem szüleinél éltünk, hallottunk erről a pályázatról Óbecse községben, majd átadtuk a szükséges papírokat. Persze nem volt egyszerű minden papírt összegyűjteni és Belgrádba küldeni, de a végén megérte a fáradtságot. Mikor szóltak, hogy sikerült, nagy öröm volt ez számunkra. Ha valamit el szeretnél érni az életben és törekszel azért, hogy elérd, akkor az meg is valósul. Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogyha jövőre is lesz ilyen pályázati lehetőség. Bátran jelentkezzenek mindazok, akiknek házra van szükségük. Próbálják meg, hiszen a szerencse mindenkinek jár. Óbecse község elnöke bejelentette, hogy a helyi önkormányzat jövőre is részt vesz ezen a pályázaton, és felhívta a polgárok figyelmét arra, hogy kapcsolódjanak be, pályázzanak ők is, és vásároljanak házat falun.